Azt érzem, hogy egy olyan folyamatban vagyunk benne, ahol ugyanúgy ugye kirobbantottak volna egy háborút, mert elérkezett az idő, hogy visszafizethetetlen adóssága van az emberiségnek, e felé a 13 család felé, és mivel nem tudtuk azt visszafizetni, ezért egy olyan helyzetnek kellett bekövetkezni, ami máskor ugye világjárványban, vagy ugye háborúban mutatkozik meg. Most háborút kirobbantani nem volt lehetőségük, de itt van ez a rejtett, bújtatott, viszonylag még így is agresszív háború. Mostani közösségek azok, hogy érdekelvű közösségek, nem értékelvű közösségek. Az érdekelvek, az érdekelvű közösségnek az alaptörvénye, hogy kiegyenlítődik. Én el akarok adni, másik meg akarja vásárolni. Tehát kettő között különbség 1-2%, attól kinek jobb a marketingje. Az egész világot sújtja az energiaválság, amelyet szakértők szerint a kereslet-kínálat közötti drámai szakadék eredményezett. Maga a szakralitás az lényegében az univerzum, az élet, a teremtésnek az a működési rendje, ami teljesen tőlünk függetlenül is működteti a világot. És ugye erről ugye mi mit gondolunk, mit értünk meg, ugye abban esetleg töredékesek vagyunk, attól függetlenül, hogy ez egy nagy egységként működik tőlünk függetlenül, a szakrális. Benne, hogy sikerül sok kis közösséget valahol egyszer valakinek, aki erre teremtődött, született, összefogni és a jelenlegi rossz irányt megváltoztatni. Teljesen járunk el, akkor a spirituális úton ennek a lehetőleg maximumáig el lehet jutni, és akkor azt mondom, hogy tényleg a szakrális rendbe beleilleszkedve tudunk élni. Ki kellene választódni annak a társaságnak, akik valóban rendelkeznek azokkal a nemesi értékekkel, amit nem a vérük hordoz, hanem a szívük.